Sziasztok! Az előző videó után eléggé kétségbe estem, illetve kétségeim támadtak az autó diagnosztikájával kapcsolatban, illetve nyilván azóta eltelt legalább egy hét, pontosan egy hét, és volt még időm átvizsgálni az autót jobban, és azt kell, hogy mondjam, azon kívül, hogy megint fúj a szél a videóba, azt kell, hogy mondjam, hogy nem fogy belőle sem a motorolaj, sem pedig a váltóolaj, legalábbis a váltóolaj nagyon kicsit csöpög, de egyébként meg közel azon a szinten van, amennyinek lennie kell benne. Egyedül a hűtővíz az, amelyiknél látszik, hogy valami fogy belőle, de ugye mint tudjuk, hogy ereszt a fűtőradiátora, és egyébként az utastérben látszik is a hűtővíznek a nyoma a fűtés blokkon, ezért nem tudom, hogy mi akar lenni az az olajfolt, vagy az a sötét folt az autó alatt, ami egyébként az eredeti helyén lenne, mert két hete, ami jött itt oda nálam, nem jött ki belőle semmi jelentős mennyiségű dolog. Illetve nagyon sokan mondtátok, hogy ez a kis trutyi, ami itt a beöntő sapkán van, ez egyáltalán nem számottevő, és igazatok is van, mivel én azt a tényt elfelejtettem, hogy ez az autóval körülbelül egy kilométert járnak oda-vissza, hetente, tehát nagyon ritkán van használva, főleg télen, egyáltalán nem meglepő ez a jelenség, és hogy nagyon sokaknál, nagyon sokatoknak, akiknek van ilyen nyelvük is mondják, hogy ez az autó ez gyorsan melegszik, tehát még a gyors melegedés sem mondhatom oda, hogy ez hengerfejes lenne az autó, úgyhogy nagyon összességgel most már akkor azt mondom, hogy nem biztos, hogy hengerfejes, szóval hengerfejtömítés most nem cserélünk rajta, amíg ennél többet esetleg nem tudunk, vagy ennél biztosabbat a hengerfejtömítés hibájáról. Amit viszont csinálni fogunk vele, az ebben a részben egy nagy karbantartás, idézesen nagy karbantartás. Az autót egy éve vásárolták külföldről, ezért az előéletéről nem sok mindent tudunk, ezért elvégzünk rajta olyan dolgokat, amiket akkor még nem végeztek el rajta, ez például a vezérléscsere, az olajcsere, a hűtővízcsere, és tudjátok az ilyen légszűrőcsere, tehát szűrők, olajok, folyadékok cseréje. Ezeket fogom ebben a részben megcsinálni, és a váltóval pedig majd egy következő részben fogunk foglalkozni, illetve a kuplunggal és a váltónak az olajfolyásával, meg azzal a kis féltengely szimmeringgel. Egyébként a vízpumpára már egyébként ráfért a csere, mert vízköves volt a blokk a vízpumpa körül, úgyhogy lehet, hogy ott kicsit még erezgélt. És mivel az itt van a motornak, és egyébként az olajfolt az nagyjából, vagy a sötét folt nagyjából ezen a területen volt az autó alatt, még az is lehet, hogy ott folyt ki a hűtővíz. Nem tudjuk, mert azóta nem akar itt folyni semmi, úgyhogy legjobb, amit most tehetek, egy ilyen nagyobb karbantartás, a vezérlést illetően, motort illetően, aztán többit meg majd meglátjuk később. A hűtővizet leengedtem is, hát pirosnak piros, de barna is. Kicsit talán koszos is, zavaros is. Hát ez egy érdekes dolog. Na mindegy. Az szinte biztos, és azt biztosan tudjuk, hogy a vezérlés valahol itt lesz. Úgyhogy ahhoz mindenképpen ezt a jó kis masszív motortartó bakot innen el kell távolítani. Szerencsére valami nem rozsdás, szerencsére valami hótrozsdás, úgyhogy nem lesz egyszerű dolgunk. Viszont a motort mindenképpen ennél a végénél fogva alá kell támasztanunk, hiszen innen ugye kiveszünk motortartó bakot és megbillenne erre az egész, meg is fog egyébként. Úgyhogy mindenek előtt egy emlőt alá teszek az autónak. És egyébként, amit ilyenkor mondani szoktam, egy ütvecsavarozó vagy egy légkulcs nagyon jól szolgáltat tud tenni. Ilyen esetekben. Ugye? Nem véletlenül használja a legtöbb szerelő is ezeket. Ez így gyorsan megy. És igen, és most jön az a rész, ahova ez a gép már nem alkalmas, amikor is itt a belsejében és az aljában van a többi csavar, ami ezt a tömböt fogja neki, a motorblokk tömbnek. Most először cserélek úgy vezérlést egy autón, egyébként, hogy a híres neves szervizkönyvet, amit állandóan emlegetek, most nem volt lehetőségem megnézni. Mivel ez az autóhoz nem találtam. Már kezd olyan kilazult hangja lenni. Úgyhogy most igazából szó szerint megyek, amerre látok, alapon cserélem ki a vezérlést. Nyilván légszűrő, olaj és hasonló cseréjéhez nem fog kelleni, de mondjuk ide nem ártott volna. Már csak azért sem, hogy hogyan állítsam be a vezérlést ilyenre, de legrosszabb esetben megkeresem és megpróbálom kitalálni. Aztán megpróbálok nem tönkretenni semmit,
mert ha nem sikerül, akkor még mindig megpróbáltam beszerezni. Ezt valami még mindig tartja. Aha! Ott van! A negyedik csavar. Csak kicsit ereszt az emelő, úgyhogy már az autót nem nagyon merem rábízni a fenntartására, viszont egy motorblokkot még elbír simán. Ránézésre ez egy darab alumínium, úgyhogy nem nagyon számítottam arra, hogy mondjuk rászorul valamire, rárohadna. Ezért szinte számítottam rá, hogy ha meglezik minden csavart, akkor könnyen ez engedni fog. És le fog majd jönni. Oh. És még itt is fagyálós. Ez a vízpumpa nagyon ereszt. Kérem szépen. Mert még a vezérlés dekni mögött is fagyáló van. Ott látszik. Ez a ronda rozsda barna szín. Na már most. Itt van nekünk a vezérlő kerekünk, vagy a vezérlő tengelyünk, és itt van rajta egy egyértelmű fehér jelölés. Őt kéne valahova elmozdítanom. De jó lenne, ha látnám hozzá mondjuk az alsó részt is. Viszont, amit megfigyeltem, hogy amit innen levettem burkolatot, annak volt egy kiemelő nyílása nagyjából itt. Tehát az pontosan a fölfele irány, és szerintem ennek a jelölésnek akkor ott kell lennie, tehát az úgy ellenőrizhető a vezérlés, hogy itt van a burkolat, és a kiemelő nyíláson keresztül látnunk kell majd a vezérlés jelet, úgyhogy egyelőre fordítok annyit a motoron. Ezt természetesen ugye úgy tudom megtenni, hogy levettem a kereket, és a főtengelyt tudom hajtani egy rasnis kulccsal. De hogyha én ezt visszateszem ide, valószínűleg itt a deknén látok még egy háromszöget, ennek a háromszögnek és a tárcsán lévő háromszögnek kell egy vonalba lennie, szóval ezt gyorsan egy vonalba is állítom. A motor aljánál már azért egyértelműbbek a jelölések, ott van a főtengely végén, miután ugye levettük innen szítárcsát, az egyértelmű jelölés, és ott a blokk aljánál látszik egy kis pöcök, ők nekik kell egy vonalba lenniük. Hát ez nagyjából egy vonalba volt, még egyet lecsavaroztam volna minden a csavart, ennyit elfogyott rajta, de ez nagyjából így kell kinézni a jelölésnek itt lent a főtengelynél. És fönt is, ugye az ablakon keresztül láthatónak kell lennie, és ekkor van jelen a vezérlés, és így lehet lebontani gyakorlatilag a szíjat, meg innen minden burkolatot. Amik egyébként így néznek ki, tehát ott és ott van egy tartó csavar, és így lehet őket leszedni innen. Szerintem így sokkal egyszerűbben meg tudom mutatni, hogy le van véve, vagy hol kell keresni rajtuk a csavarokat, mint a motortérbe, ahol egyébként is alig van hely. Ugye a széfeszítő az ez, itt található, ő rajta van egy anya, akit ha meglazítunk, az egész gyakorlatilag csapágyfeszítő így elbillen, mivel nem pont középen van a csavar átfőzve rajta, így van megoldva gyakorlatilag a feszítés. Ezt már több autónál is láthattuk, ezt a megoldást, vízpumpánk pedig itt van. Minden esetre feszítő kilazít, szíj leszed, figyelve tengelyek nem mozduljanak meg, vagy legalábbis majd összerakáskor mindenképpen újra jelre kell őket rakni, és aztán jöhet a vízpumpa. És én még azt hittem, a Suzuki-ban vannak érdekes méretű csavarok. Itt gyakorlatilag a 16, 18, meg az ilyen egyéb extra méretek vannak, amik szerencsésebb esetben nincsenek bent egy átlagos készletbe. Tehát így van megoldva a feszítés, hogy itt fogja a csavar, és gyakorlatilag ugye a elforduláshoz képest nő ebbe az oldalirányú mozdulása, tehát így lehet beszabályozni a feszítés mértékét. És ha jól hallom, megint elkezdett esni az eső. Hopp, pakolás van. Hát tegnap nem nagyon akart elállni az eső, csak már viszonylag elég későn, úgyhogy már nem is vettem fel videóra, de gyorsan kikaptam még onnan a vízpumpát, ami itt lenne, és szerintem nem kell sokat magyaráznom. Itt látszik rajta a piros fagyállós vízkövesedésnek a nyoma, illetve hát ennek már minden baja van. És itt tudom megmutatni jól, hogy mire gondoltam a feszítő működése alatt, hogyha ez ide van téve, gyakorlatilag ilyen irányú mozgatással lehet mozgatni jobbra-balra, és nyilván, ha meg van húzva az anya, ami egyébként így van, mert ezeknél a lyukoknál fogva lehet mozgatni, és hogyha meg van húzva az anya, akkor ez le van fixálva ezen a helyen. De hát ez van, sok autónál láttam már ilyet. Viszont ezt is, és még ezt a tengelyt is cseréljük. Amúgy kis érdekesség, ahhoz, hogy a vízpumpának itt az oldalirányú csövéhez hozzáférjek, le kellett szednem a klímakompresszort, mert volt itt egy tartókonzol, amin a széfeszítő volt,
De hát, hogy ahhoz se fértem hozzá, ezért még a generátort is le kellett lazítanom, amit van alatta. Ezzel arra akartam kiukadni, hogy egyébként nagyon szépen hozzá lehet férni minden egyes csavarnak a fejéhez ebbe az autóba, tehát ez nagyon szépen meg van oldva, tehát gyönyörűen odafér a kulcs, meg a próbafej, meg ezek a szerszámok mindenféle toldó és hosszabbító nélkül, mert ki vannak hozva elég jól, viszont szinte biztos, hogy valamilyen alkatrészt még azért elé raktak, annak ellenére, hogy könnyű hozzáférni. Na, ez például egy nagyon jó példa rá, hogy oda bentre kellene betenni a csavart, és egyébként ez nagyon szépen hozzá lehet férni, mivel hogy itt kint van neki egy nyílása, ezen keresztül, ahol ezt gyönyörűségesen be lehet dugni, befér a csavarfeje is, és még a kulcs is befér, kulcsfejemben meg lehet húzni, ezzel nincsen semmi probléma, hogyha egyébként nem ebben a vájúban lenne itt a generátor, ami egyébként most csak ide le van fordítva, az alsó csavar még benne van, de egyébként nagyon hozzá lehet férni, csak tudja, hogy elépakolnak valamit. Úgy, mint ez elé a csavar elé, meg a klímakompresszort. Kis érdekesség, ez egy olyan szíj, ahol a szíjon meg van jelölve, hogy pontosan azt a részt kell, talán látszik, keréken a vezetési erre tenni, illetve van egy forgásirány is, jelölés, de ez inkább fontosabb, hogy az meg van jelölve. És egyébként az a főtengelynél is, ha sikerül rendesen bevilágítanom, úgy, ott látjátok is, hogy ugyanúgy ott a kis fehér pötty ott világít a szíjon, pontosan rajta a vezérlés jelölésen. De hát ebből tudhatjuk, hogy ha a szíjon lévő két jelölés pontosan rajta fekszik a tárcsákon lévő jelöléseken, akkor gyakorlatilag a, hogy is mondjam, a fogtávolság, tehát hogy vagyis nem is tudom, hogyan fogalmazzak, ahogyan lennie kell, úgy van. Ezt most nem tudom máshogy mondani. De az ilyenfajta szíj azért jó, mert ez legalább segít egy kis támpontot adni, hogy valószínűleg jól raktuk össze. De mindenféleképpen feszítőt meghúzom ott lent, és átforgatom néhányszor a motort kézzel, hogy biztosan jól van összerakva, és utána újra ellenőrzöm a jelet, úgyhogy felteszem ide a deknit. Tudom, csúnya dolog, fúj! Ne is mondjátok, már ennek ellenére én mondtam az egyik korábbi saját videómban, hogy ha a vezérlést vagy a motort át szeretnétek forgatni a vezérlés ellenőrzésére, akkor azt ne a felső vezérlőtengelyen tegyétek meg, hanem a főtengelynél fogva. Csak most itt férek hozzá jobban, hogy ti is látjátok. A lényeg az, hogy legalább kétszer fordítsuk át a motort, vagy legalábbis ezt a főtengelyre szokták mondani, mert ugye a főtengely kettőt fordul, míg a felső vezérlőtengely csak egyet. De hogyha itt meghajtogatjátok egy kicsit, és semmi probléma nincsen vele, nem akar össze semmi, akkor nagy valószínűséggel nem hibáztatok túlságosan nagyot. És természetesen ezek után újra ellenőrizzük a vezérlés jeleket, fönt is, lent is, és hogyha így is átforgatás, sokszori átforgatás után is jó, akkor nagy valószínűséggel minden jó lesz. És végül visszakerült minden a helyére, nyilván az összeszerelés nagyjából ugyanaz, mint a szétszerelés, csak fordítva. Ki lehet cserélve a szűrők, például a légszűrő is, aztán motorszűrő, vagy a motorolaj és a motorolaj szűrő, az nem mivel, hogy azt saját magam cseréltem ki körülbelül egy fél évvel ezelőtt, úgyhogy az még teljesen jó. A cseppváltóhoz meg ugye most még nem nyúlunk, az majd egy későbbi projekt lesz. De mint ami ilyenkor jönni szokott általában, hogy akkor most nézzük meg, jól raktuk össze a vezérlést, be kell indítani az autót. Természetesen öntöttem bele vizet. Igen, csak vizet öntöttem bele, megint, mint ahogy azt szoktam mondani, hogy először azt öntök bele, azzal kiderül, minden rendben van-e. Ha esetleg van egy kis kosz maradvány a víztérben, akkor az talán ki is mossa. Ez körülbelül annyi ideig lesz benne, hogy beindítom, elmegyek oda a városba, veszek fogyálót, hazajövök, és itton kicserélem. Körülbelül ennyi ideig lesz benne víz. Szóval, aki azzal jön, hogy vízkevesedni fog, meg fölkúsznak a kapillárosan a vízrészecskék, meg nem tudom micsoda, a kommentek jöttek még erre, ők nyugodjanak le, nem lesz benne sokáig ez a víz. De akkor szerintem indítsuk be, mert egyébként még én sem próbáltam ki, mert ebbe a pillanatba fejeztem be. Amúgy erre a szűrőre már nagyon ráfértesere. Egyébként, mint ahogy azt hallhattátok, egy kicsit megcsúszott a szíj, ez valószínűleg azért, mert vizes volt, de amúgy arra a szíjra is ráfér a csere, amit eddig nem tudtam, úgyhogy az nem lett kicserélve. Egy hozbordnál szíj cseréje, az tényleg nagyon egyszerű mutatvány ennél az autónál. Amint megtalálnám végig a kupakot, ide, rá is tehetném, és el is indulhatnék. Megvan. És végig az utolsó ellenőrzéseket is elvégeztem, belöntöttem a szép zöld fogyállót,
bár ugye tudjuk, hogy a rózsaszín az alubarát, de ez is alumíniumhoz való, alumínium rendszerekhez is. Visszatettem a sebváltó kulissza tengely alá azt a kis műanyag burkolatot, mert az egészen eddig nem volt rajta. És az utolsó lépés most következik, ami ugye, ha jól körülnéztek, sehol sincsen az egész motortérbe. Feltüntetni, mikor és mit cseréltünk az autón. Ezt a matricát ugye adják a vezérlészethez, és ezt gyorsan ki is döntjük. Tehát akkor kilométer 152.611 van most egész pontosan az autóba. 2019.03.16 van. Volt cserélve egy vezérlés, feszítő, és a vízpumpa, ami ugye sima W-vel irandó, de hát ugye én angolul írtam ide, és végül a gyönyörűséges aláírásom. És ez azért volt fontos megjegyeznem, hogy az autóban sehol máshol nem talál ilyet, mert minden egyes alkatrész, amit kiszereltem az autóból, gyári Renault alkatrész volt, és még a gyári tömítés volt rajta, ami azt jelenti, hogy 150 ezer kilométeren keresztül, vagy már pontosabban 152.611 kilométeren keresztül ebbe az autóba nem cseréltek vízpumpát, se vezérműszíjat, se pedig görgőt. Pedig elvileg 60 ezerenként ajánlott lenne, vagy eljönne az ideje, tehát mondhatni, hogy lassan a harmadikat kéne beletenni, meg most tettük bele még csak az elsőt a gyári után. De nem baj, legalább ezt is megérte ez az autó. Nem baj, egyelőre elbúcsúzunk a kis francia csodánktól, nem mondom, hogy több lesz francia, ne? Mert őt még látni fogjuk nem sokára, amikor is ugye a sebváltóval fogunk foglalkozni, sebességváltó és kuplunk csere lesz valószínűleg ezen az autón, valamikor egy későbbi időpontban. Egyelőre most visszamegy az eredeti tulajdonosához, a Suzuki pedig visszajön hozzám, mivel hogy nagy projektek vannak azzal kapcsolatban is, és szükségem lenne a saját autómra is, illetve neki is az ő saját autójára is, természetesen, hiszen ezért sajátja mindenkinek az autója. Megtaláltam a vigázó kábelemet. Úgy néz ki, hogy a misztikus tócsa az autó alatt rejtély megoldódott, az nem volt más, mint fagyálló, és egyébként teljesen véletlenül miközben az autót raktam össze, járt itt egy egyébként hivatalos autószerelő, őnek is megmutattam, amiket itt tapasztaltam, és ő mondta, hogy a hűtővízben az a fekete tutyi az nem olaj lesz, hanem az valószínűleg tömítő adalék, amit valószínűleg egy korábbi tulajdonos próbált beletenni a hűtőrendszerbe, hát ha az utastér fűtőradiátornak az eresztését megszünteti, hát nem sikerült neki, vagy lehet, hogy jobban eresztett, nem tudjuk. Illetve ő mondta még, hogy a műanyag szelepfedeles, műanyag beöntő nyílásos autóknál ez teljesen gyakori és teljesen elfogadott, az a kis mértékű trutyi a beöntő nyílásnál. És ő mondta azt, megnézvén a szíjat, hogy a szíj nedves volt, a vezérműszíj, és teljesen le volt koporolva minden felirat, és azt mondta, hogy ez a szíj ez 60 ezer kilométert ment volna, még olvasható lenne rajta a felirat. Ki van már fodrozódva, le van kopva a felirat, úgyhogy ő is egyetért abba, meg megnézte a többi alkatrészt is, hogy ezben bizony soha nem cseréltek még vezérlést ebben az autóban. Szóval itt végezetül húzhatnám még tovább az időt, de inkább nem, úgyhogy mindenki visszakapja az autóját, és majd találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!